Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Bartóki Gönci Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos dékán helyettese, a Világűrjog és Politika Kutatóintézet vezetője. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az aréna vendége Bartóki Gönci Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos dékán helyettese, a Világ űrjog és Politika Intézet vezetője. A beszélgetést felvételről hallják, a műsort pénteken délután két órakor rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok. Nagy a nyüzsgés odafenn a kozmoszban, műholdak ezrei keringenek, űreszközök szállnak le a holdra, az új reménybeli célállomás a mars, és szűk egy éven belül ismét lesz magyar is a világűrben. Érdemes tehát beszélgetni például arról, hogy milyen jogszabályok vannak, vagy nincsenek érvényben odafenn. Kezdjük azzal, hogy függőlegesen, vagyis a világűr felé Meddig tart egy állam joghatósága, kérdezhetem kevésbé jogászosan is, meddig egy országé például a fölötte lévő légtér, illetve az, ami még a fölött van? Hát nagyon rátapintott arra, hogy ez az egyik olyan kérdés, amit nem tisztáznak azok a nemzetközi egyezmények, amiket a 60-as évektől a 80-as évekig elfogadtak az ensz égisze alatt. Ez egy nemzetközi jogi szempontból tisztázatlan kérdés, már pedig van relevanciája, hiszen a légtér az állam területéhez tartozik, az állam szuverenitása kiterjed rá, azonban a világűr egy mindenki területe amit mindenki szabadon használhat és kutathat, de senki nem sajtíthatja Tehát van relevanciája, viszont megoldás nincsen. Elméletek vannak rá. Sokat lehet hallani a köznapi beszédben is ezt a Kármán vonalat, hogy ez lenne a világűr határa, és ugye 100 kilométer. Ez így nem feltétlen fedi a valóságot, mivel a Kármán vonal az a pont, ahol a levegő felhajtó ereje, már nem elég ahhoz, hogy egy tárgyat repülésben tartson, hanem az a tárgy akkor tud repülésben maradni, ha eléri az első orbitális sebességet is, így földkörüli pályára áll. Azonban ez 80 és 110 km között bárhol lehet, függ attól, hogy melyik szélességi fokon vagyunk, milyen tárgyról van szó. Szóval nincsenek egységes álláspontok. Van pár ország, Kazaksztán, ahol például a törvény hogy 100 kilométer, hogy van-e ezzel értelme foglalkozni? Úgy gondolom, hogy igen, mert az a térség, ami a, valahol a, az atmoszféra és a világűr között van, ezt egyre inkább elkezdjük használni. Őrturizmus, szuborbitális repülések, egyéb olyan tevékenység, ami ott miatt nem mindegy, hogy melyik jog fog rá alkalmazásra kerülni, a légjog vagy a világűrjog. De kinek kell meghoznia ezeket a jogszabályokat az űrre vonatkozóan? Ki hozza meg, ki tartatja be, és hogyan lehet felelősségre vonni azt, aki nem tartja be? hát az a nagy kérdés, ami a nemzetközi jog kapcsán mindig felmerül. Alapvetően, ha az emberi tevékenységnek a jogi szabályozását nézzük, mert amikor űrjogról beszélünk, erről van szó, hogy egy 460 milliárd dolláros piacról beszélünk, ahol 10 ezer mű volt kering föld körüli pályán, nyilvánvalóan itt egy nagyon komoly piacról van szó, aminek vannak jogi aspektusai egészen a földi állomásoktól a világűrben keringő műholdakig. A jogi szabályozás többrétű, a magját egy nemzetközi jogi egyezmény csomag tartalmaz, ez öt nemzetközi jogi egyezmény. Ezt akkor kezdték el előkészíteni, amikor elindult az első űrverseny, aminek a végén a Sputnik műholdat ugye felbocsájtották, vagy tekinthetjük azt, hogy az amerikaiak holdra szálltak. Ezekben az egyezményekben sok mindent rögzítettek, de sok mindent nyitva hagytak. Egyrészt sok mindenre nem gondoltak, például arra, arra hogy magánpiaci cégek fognak dominálni a világűrben az ezredfordulót követően. Másrészt meg nem is tudtak mindent leszabályozni, mert nem tudtak megállapodni például, hogy hol kezdődik a világőr. Ezek az egyezményeken túlmenően, azért mert ez egy piac és kellenek a szabályok, a nemzeti jogre, jogokban is megjelentek szabályok. Van 30-40 olyan ország a világon, ahol idézőben nemzeti űrtörvényeket alkotnak, ahol szabályozák azt, hogy egy tevékenységet hogyan lehet elkezdeni, kifelügyeli, milyen szabályok vonatkoznak a visszatérésre vonatkozóan, a felbocsátásra, és egy nagyon komplex jogrendszer. És aztán vannak ilyen egyedi kormányközi megállapodások, mint például a nemzetközi űrállomásnak a működésére vonatkozóan, hogy lehet oda felmenni, mit lehet ott csinálni, milyen joghatóság van, szóval egy elég komplex jogi rendszerről beszélünk. Nemzetközi bíróságokon kell az ilyen ügyeket rendezni? Lehet, hogy még nem voltak, de biztos, hogy lesznek. Ha ennyit repkedünk és ennyi mindent küldünk fel oda, abból előbb-utóbb lesz valami baj. Így van. Nem az a kérdés, ennyi mi volt. Most tízzer mi volt van fent azonban 130 millió 1 mm-nél nagyobb űrszemét, ember által alkotott a valamilyen fragmentált darabja, ami ott kering 28-30 km per órával. Nem az a kérdés, hogy lesz, hanem hogy mikor lesznek komolyabb balesetek. Ez egyrészt egy szabályozási kényszerhez hogy a légi forgalom hasonlóan egy űrforgalom irányítást is el lehet képzelni, sőt el kell képzelni. Erre már az Európai Unió javaslatot tett. Amikor szabályozni kell a világűr jogi kérdéseit, akkor természetszerűleg földi példákhoz nyúlnak, például, hogy ki az északi sarkvidék, ahol nincs alatt a szárazföld, meddig tart az egyes országok joghatósága a tenger felszíne alatt, hogyan lehet jogot szerezni a nemzetközi vizek alatt tengerfenik hasznosítására bőven van itt is nemzetközi jog kapcsán szürke zóna a Földön, de ezek segítenek a kozmosz űrjogi kérdéseinek meghatározásában és rendezésében is? Így van, tehát az analógia az abszolút helytálló, például a nyílt tengereknek a jogi státusza az egyezik a világűrjogi státuszával, ugye ezek a kérdések ott merülnek fel, hogy például amikor ott tartunk majd, hogy a hold méhének kincsét kitermeljük, akár azért, mert ott helyben felhasználjuk a jeget, vagy a tríciumot, amit ott lehet majd találni, hogy ezeket visszahozzuk a földre, azokkal lehetett tulajdon szerezni, hogy ez már a kisajátítás ütközik. A métengeri bányászatnak is van nemzetközi jogi rezsime, attól, hogy nem működik, attól ez még iránymutató lehet például a hold esetében is. Norvégok éppen most akarnak hozzálátni látni tengeri bányászathoz, és lehet, hogy vannak rá szabályok, de abból is van bőven vita, bőven van mit eldönteni. Adódik tehát a kérdés, részben megválaszolta, hogy kié az űr, mindenki éde, de senki nem sajátíthatja ki, kié a hold, kié lesz a mars, tehát mit mond erről a jog. Azért kérdezem ezt, mert itt a Földön erre is van válasz, a történelemben volt a válasz, azért, aki meghódítja és megműveli bármit is mondjon egy nemzetközi egyezmény. Ez lesz a világűrben, a Holdon, a Marson is, hogy vannak ugyan nemzetközi egyezmények, de ahogy a vadnyugaton, aki először oda megy, leveri a határcölöpöket, és van egy puskája, amivel lelőheti azt, aki ezt vitatja, akkor az az övé. Hát azt tudom erre mondani, hogy bízom benne, hogy nem. Mert természetesen a nemzetközi jog annyit ér, amennyire az államok be fogják tartani. Alapvetően a fennálló világrendet, ugye most pont néhány ország megkérdőjelezés mondjuk a nemzetközi joggal szemben lévő cselekedeteket hajt végre, de a hold esetében euh, bízunk benne, hogy nem erről lesz szó. Ugye egy új verseny indult el. Az Egyesült Államok az Ártenész program keretében kíván oda visszamenni, ott is maradni. Az oroszok a kínaiakkal kötöttek egy megállapodást arra, hogy 2021-ben kötötték ezt, hogy visszatérnek a, a holdra emberes misszióval ezúttal, és ők is bázist akarnak kialakítani. Ugye most a szabály az az, hogy senki nem sajátíthatja ki, de mindenki használhatja. Én bízom benne, hogy nagyobb érdek fog fűződni ahhoz, hogy ezt a fennálló rendet megtartsák, mint ahhoz, hogy ez eszkalálódjon, vagy ugyanúgy térhetnénk ki arra a kérdésre is, hogy a földkörüli pályákat hogyan használják, hogy ott megpróbálják-e kisajátítani ezáltal, hogy több tízzer műholdat akarnak földkörüli pályára állítani, vagy hogy a most már folyamatban hosszú ideje tartó fegyverkezési verseny, ami világűrben van, ez eszkalálódhat -e egy fegyveres konfliktushoz. Bízunk benne, hogy nem, hiszen a nemzetközi jog ezt nem engedi meg, de láttunk már olyat, hogy államok nem tartják be a nemzetközi jogot. Az űrben egyelőre nagyobb a béke, éppen minapi hír, hogy az amerikai Egyesült Államok és Oroszország, amely itt a Földön nincs túl jó viszonyban, fogalmazunk így finoman, a nemzetközi űrállomás tekintetében problémamentesen működik együtt, és új projektekbe is kezd. De ha már a holdat említette, sok terv van ezzel kapcsolatban, mi mindent lehetne ott csinálni. Lehet ma a holdon nemzetközi jogilag elfogadható módon területet foglalni, úgy, hogy az neki sajátítás legyen? Mindaddig, amíg ez használat, mindaddig, amíg a célja nem az, hogy ezt a területet sajátjaként kezelje. A bejárás ugye szabad a minden területre. És pont ez, ebből a szempontból volt érdekes az Egyesült Államoknak az a kezdeményezése, ezt hívjuk Artemis megállapodásnak, amiben amellett tesznek hitet, hogy ők mindenben konformak a világűrszerződéssel, ami az alapokmánya gyakorlatilag az űrtevékenységnek a nemzetközi jogban, azonban ők úgy gondolják, hogy az erőforrások felett lehet tulajdon szerezni, és magánpiaci cégek is szerezhetnek tulajdont. Ők azt mondják, hogy ez nem kisajátítás, hanem szabad használat. Bányászat a Holdon? Arról beszélünk Így most? van, és az onnan kibányászott kincseket később, értékeket a felett magánpiaci cégek is tulajdon szerezhetnek. Bár ez az Artemis megállapodás, ami nem egy nemzetközi egyezmény, hanem lehet hozzá csatlakozni, és két oldalon megállapodásokat kötnek a Názával. 36 ország csatlakozott eddig ez a megállapodáshoz, azt mondja, hogy ott helyben a misszió céljainak érdekében lehet felhasználni az erőforrásokat. Nem szól arról, hogy kereskedelmi célú kiaknázás során miről lenne szó. És még egy érdekes terminus bevezetnek, hogy biztonsági zónákat alakíthatnak ki a Holdon. Nyilván az ottani bázisok környékén. Ugye ezt megközelíthetjük onnan is, hogy mi ez, ha nem kisajátítás, hiszen egy biztonsági zónát nyilván meg is kell védeni, ha meg megvédek valamit, akkor hogyan érvényesül a szabad átjárás joga. De lehet egy új szemű értelmezésünk is, amit az amerikaiak képviselnek, hogy mondanak a saját javaslatuk vonatkozásában, hogy ennek csupán annyi a célja, hogy egymást értesítsék arról, hogy ők hol végeznek tevékenységet, és ezáltal egymás zavartatását, károkozást el tudják kerülni. De, hogyha például a kínaiak a hol túlsó, sötét, sokak számára ismeretlen oldalán bármit is csinálnak, és egyelőre csak nekik van bizonyított képességük erre, akkor mondhatnak bármit, hogy ott ők mit csinálnak. És bármelyik ország mondhat bármit, ha csak ő jut el az adott pontjára a holdnak, és ott hozzákezd valamihez. Elég költséges ellenőrizni ezt, arra célzok. Így van, hát arra kevés megkötés, hogy mit nem lehet csinálni. Szabadon lehet használni a holdat, csak békés célra lehet használni a holdat. Tehát katonai személyzet, ugye még nem tartunk ott, hogy folyamatos emberi jelenlét legyen a holdon, de amikor jogi szabályozásról beszélünk, nem azt kell nézni, hogy most mi van, hanem hogy mit terveznek. Főleg, amikor az egész egy kereskedelmi, piaci logikára épül, mert ugye az új űrkorszaknak az egyik attribútuma az pont az, hogy minden kereskedelmi alapokra helyeződik. Ebben a logikában pedig a jog szerepe az, hogy előre egy jogbiztonságot teremtsen, hiszen például a piaci cégek nem fognak befektetni Egyesült Államokban olyan technológiába, ami később lehetővé teszi az ottani kitermelést, csak akkor, hogyha látja, hogy a befektetése megtérül. Nem véletlen, hogy Donald Trump 2020. április 4-én olyan elnöki rendeletet adott ki, de már Obama 15-ben olyan törvényt fogadott el, amiben kimondják azt, hogy lehet bányászni a holdon, az ott megszerzett javak fölött tulajdont lehet szerezni, mert pont ezzel próbálják ugye ösztönözni a vállalatokat, csak nyilván ez nemzetközi konszenzus kell. Az ENSZ-ben egyébként létrejött egy ezzel foglalkozó munkacsoport, nincsenek illúzióim, hogy lesz-e konszenzus a végén, hiszen a geopolitikai konfliktusok mindenre rányomják a bélyegüket vagy a bélyegét, de, de, próbálkoznak ezzel, hogy biztosítsák az amerikai vállalatokat a felől, hogy meg fog térülni a befektetésük. Van tehát arra remény, hogy hamarabb lesz nemzetközileg minden fontos szereplő által elfogadott jogszabály arról, hogy lehet-e bánya a holdon, mint hogy bányát létesítenének a holdon? Ugye ez lenne a helyes sorrend, hogy először legyen egy jogszabály, és aztán nyissanak egy bányát? Szerintem akkor fog előfordulni, hogyha nagyobb érdekük fűződik a megállapodáshoz, mint ahhoz, hogy ellentétes irányba menjenek. Mondok egy példát, ami szerintem hamarabb fog konszenzusra vezetni, ez az üreszközöknek a forgalom Vagy mondjuk a kinetikus fegyverek használatának a tilalma az űrben. Bár ez, tehát miről van szó? Most 10.000 volt van. Az ENSZ-nek az űrtávköz... vagy a koordinációt felelős hivatalához, az ITU-hoz, Nemzetközi Távközési Egyesülethez beadott kéremek alapján több százezer műhold lesz a következő egy-két évtizedben. Egészen egyszerűen azért, mert alacsony földkörüli pályákon hálózatokat akarnak létrehozni, jellemzően kommunikációs internetes hálózatokat, és emiatt elkerülhetetlenné válik, hogy koordináltan mozogjanak ezek a műholdak, mert össze fognak ütközni. Kereszt kell alkotni, a koszmozgal? így van, Így van, ahogy a légiközlekedésben is megalkották. Na most. Az, hogy ez legyen, ez nyilván felülírja azokat is, hogy ellentétek vannak Kína, az Egyesült Államok, Oroszország és a többi állam között, mert a saját üreszközék is veszélyben vannak, hogyha ilyen szabályokat nem alkotnak. Tehát ezért mondom azt, hogy szerintem űrforgalom szabályozás terén hamarabb fognak ilyen megállapodást kötni, mert mindenki érdeke kinetikus, tehát olyan fegyverek, amik becsapódnak és kárt okoznak, szét esik mondjuk a műhold a világűrben, ez szintén mindenkinek az érdeke kéne, hogy legyen, hogy ilyeneket ne alkalmazzanak, mert az az űrszemét, ami ilyenkor keletkezik, több tízezer darabra tud szétesni egy ilyen műhold, ugye több állam tesztelt már földről indítható rakétát, amivel szétlövik a saját eszközüket, ez nem sért jogot, Ö, szűk értelemben, hiszen saját eszközt lőnek szét, de az a iszonyatos törmelék felhő, ami utána kering a föld körül akár több hónapig, több évig, ez nem csak a ellenség újholdjait fenyegeti, hanem a saját eszközeiket is. De a bányászat vonatkozásában, hogyha nem egyszerre fejlődnek, és nem egyszerre érnek oda technológiailag, az, aki le van maradva, annak nem fog érdekében állni, hogy a másiknak lehetőséget biztosítson arra, hogy kitermeljen a holdon, közösen elfogadott szabályok szerint. Egyébként 79-ben ez volt az utolsó kötelező nemzetközi egyezmény, fogadták el a hold megállapodást. De árulkodó volt, hogy a hold ami megtiltotta a tulajdonszerzést ezek fölött, az értékek fölött, mindaddig, amíg az államok nem fogadnak el egy részletes nemzetközi rezsimet, új példa a garantálja a fejlődő államoknak is az érdekeit, tehát hogy ne legyen egy ilyen vadnyugati kolonizálás gyakorlatilag a holdon mindösszesen 18 állam ratifikálta. A világűr szerződés több mint 110 állam. Ebben a 18 államban egy sem volt űrhatalom. Egész egyszerűen már nem állt érdekükben ezt aláírni. Úgyhogy azzal kapcsolatban, hogy az erőforrások megnyújthatóan rendezésre kerülnek nemzetközi jogi szinten, skeptikus vagyok. Ráadásul ugye kereskedelmi, civil felhasználású űreszközökről, technológiákról beszél, de mindig ott lebeg a gyanú szürke árnyéka a fölött, hogy ezek katonai célokat is szolgálnak. Már 2003-ban is iraki légicsapásokhoz egyébként kereskedelmiként, civilként bejegyzett műholdak adatait Segítségét használták föl. Hogyan lehet külön választani azt, hogy mi a kereskedelmi, civil vagy akár tudományos cél egy űrprogram esetében, és honnantól katonai és hadászati? Hát visszamenőleg könnyű, mert milyen célra használták, de egyébként szinte lehetetlen megmondani. Nem is transzparensek ebben az államok. Egyrészt, másrészt ezek az eszközök, amik fent vannak, szinte mindegyik úgynevezett kettős felhasználású termék, ami azt jelenti, hogy vegyünk egy földmegfigyelő műholdat. Ez nézheti azt is, hogy hol kell műtrágyázni, mert látja, hogy a földben hol hiányzik a foszfor, de az a kamera azt is látja, hogy hol van ellenséges csapatmozgás. Már 1981-ben említést tesznek az ENSZ-ben arról, hogy az űrben egy fegyverkezési verseny indulhat el, ami nagyon komoly veszélyekkel jár. Most, hogy van-e ilyen, ugye abszolút lehet erről beszélni, hiszen növekvő geopolitikai konfliktusok vannak, és borzasztóan gyorsan fejlődnek a képességek is. Négyféle fegyvertípus különíthetünk el az űrben. Vannak a a kinetikus fegyverek, ugye erre már tettem említést, ezek zömmel, földről, repülőről indítható rakéták. Egyesült államok teszteli először 85-ben, utána Kína 2007-ben, ez egyébként óriási uh, diplomáciai krízishez vezetett akkor, majd India, majd megint az USA, és 21-ben az oroszok tesztelik a saját fegyverüket, saját művodat lőnek szét. Kiber hadviselés a világűrben egyre nagyobb kockázat, hiszen ezek a rendszerek informatikai rendszerek, sérülékenyek, Uh, hogy egy példát mondjak, 2022. január 26-án, amikor Oroszország megindítja a támadást Ukrajna ellen, először egy kibertámadással megbénítja a Viaszatká műhold családot, amivel az ukránok internet hozzáférését blokkolja, meg egyébként Németországban naper szélerű állnak le, mert hogy több minden hozzá volt kötve ez a rendszerhez. Ott van az elektronikus fegyverek, amik a világűrbe vannak. Ezek általában ez ilyen zavaró rendszerek, például egy műholdat elvakítanak vele. Ezt már az irániak is alkalmazták amerikai műsorszóró műholdak ellen korábban. És vannak újonnan energiafegyverek. Lehetett hallani a napokban, hogy az amerikai képviselőházban a hírszerzési bizottság elnöke Turner felvetette azt, hogy az oroszok egy nagyon komoly űrfegyvert fejlesztenek, és hogy ezzel kapcsolatban fel kéne oldani a titoktartást, és részleteket kéne megosztani. A fehérház utána hűtötte a felkorbácsolt kedélyeket, és azt mondta, hogy még nem kellett ő tartani, fejlesztés alatt van, de felmerült a sajtóban, hogy esetleg atomfegyvert akarnak az űrbe helyezni. A feltételezések inkább arra mutatnak, hogy nem biztos, hogy atomtöltet van azon a fegyveren, hanem mondjuk nukleáris meghajtású, ami már nem probléma ebből a szempontból, viszont felmerül egy energiafegyver. Egy olyan energiafegyver, amivel mondjuk mi voltak százát lehet egyszerre tönkretenni. Uh, és hogy miért fontos, hogy miért veszélyes ez? Egyrészt azért, amit említettem, hogy ez egy iszonyatosan nagy piac, és rengeteg kitettség van, amiben nem is gondolunk bele. A mindennapi ember nem gondol bele, hogy a hány olyan alkalmazás van, ami művodakkal van összekötve. Egy komoly támadás művoda rendszerek ellen, az ha nem is globálisan, de regionálisan óriási kommunikációs uh, hálózatoknak a kiesését tudna uh, okozni. Ha megtámadnak egy uh, navigációs műholdrendszert, van ez a GPS közkeletű amerikai, Európában a Galileo, a GLONASS az oroszoknak, Kínának is van a Beidou. Ez nem csak azt okozza, hogy a globális teherszállítás összeomlik, és azért gondoljunk bele, hogyha a keresztbe fordul egy hajó a szúhezdi csatornán, milyen hatásai vannak a globális kereskedelemre, hanem sokkal komolyabb problémákat okoz, de még ennél is tovább mennék, mert ezek a, ezek a rendszerek biztosítják az időbélyeget a transfereken. Ha egy ilyen műholdrendszert Megszüntetnek, tönkretesznek, akkor gyakorlatilag összeomolhatnak a pénzügyi piacok, legalábbis káoszba sodródik a teljes pénzügyi piac, mindaddig, amíg nem tudják kiváltani ezt az időbélyéget egy másik rendszerrel. Úgyhogy megvan ennek a kockázata, sőt, előfordulhat az is, hogyha kinetikus fegyvereket használnak, hogy űrszemét keletkezik, ami most is van, tehát most. 36 ezer 10 centinél nagyobb űrszemét kering a föld körül. 1 millióra teszik az 1 és 10 centi közötti darabokat. Most mindenki képzelje el, hogy 28 ezer km per órával egy teniszlabda méretű fémtárgy becsapódik valamibe. Iszonyat energia. És 130 millió az egy, egy milliméternél nagyobb. Uh, Elf előfordult olyan helyzet, ez a Kessler szindrómának, amikor egy ilyen ördögi kör indul be, és gyakorlatilag teli szemetelnek egy bizonyos pályát, ugye ütközik egyre több szemét aktív eszközökkel, és használhatatlanná válnak pályák. Ez nem csak gazdasági kockázatot jelent, hanem a teljes gazdaságra gyakorlatilag beláthatatlan hatással lehet. A másik pedig az úgynevezett túlcsordulás, hogy egy fegyveres konfliktus az űrben akár a földön is okozhat eszkalációt. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy euh, ami új ebben az orosz-ukrán háborúban, hogy a kereskedelmi szereplők is egyre aktívabban megjelennek űrszegmensben, a fegyveres konfliktusban ott van a Starlink, hogy más nem mondjak, ez Elon Musk SpaceX cégének a, a, a hálózata. Ez a tervek szerint 42 ezer művoltból fog állni. Ennek az évtizednek a végéig 11 ezer műholdra van engedélyük. A most a világűrben aktív eszközöknek a fele már Elon musk -é. Ezek kommunikációs műholdak, és ezek biztosították az ukránoknak az internet hozzáférést. És az egy borzasztóan aggasztó, kérdéseket felvető jelenség, hogy Ilon Musk a saját memoárja szerint legalábbis maga döntött arról, hogy lekapcsolta ezt a miódrendszert a, a Krím felett, hogy ne lehessen alkalmazni egy ukrán tá ellentámadásnak a, a kivitelezésében. Ez nemzetközi jogilag, katonai stratégiailag is számos kérdést vet föl. Számos kérdést vet föl, mert szabályozatlan nem. Tehát, hogyha az ő kezében van a kapcsoló és lekapcsolhatja, akkor ott egyrészt a szabályokkal van probléma, másrészt leginkább, ha vannak is rendelkezések, a betarthatóságukkal. Ami szabály van, az a világűr szerződésnek a negyedik cikke mondja ki, hogy a világűrbe földkörüli pályára lehet fegyvert helyezni, kivéve nukleáris tömegpusztító fegyvert. A, a holdat pedig csak békés célra lehet használni. Most két értelmezés volt, az egyik az az, hogy csak védelmi, a másik pedig az, hogy nem támadó. Vagy, hogy egyáltalán nem katonai vagy támadó, az az oroszok azt mondták, hogy semmilyen katonai tevékenység, az amerikai pedig azt mondták, hogy lehet katonai, csak ne támadó jellegű legyen. De most azért látjuk, hogy az államok iszonyatos erőforrást fordítanak erre. 2023-ban 60 milliárd dollár volt az, amit katonai fejlesztésekre fordítottak, több mint 100 katonai műhold ment föl, amiket hivatalosan ismerünk a világűrbe. Rengeteg hadseregben doktrina váltás volt, az NATO 2018 óta hadműveleti területként kezeli a világűrt. A negyedik űrpolitikai irányelv az Egyesült Államokban létrehozza, megalapozza az űrhaderőt. Annyira fontos a téma, hogy leválasztották a légierőtől, és egy önálló haderő nem jött létre. Franciaország 4,2 milliárd eurót költött 2022-ben az űriparra, Borzasztó nagy része ez védelmi képesség fejlesztésére ment. Tehát a franciák felismerték azt, amit Európának is fel kellene, hogy a világűr a stratégia autonómia része. Tehát egész egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem rendelkezünk képességekkel, beleértve a védelmi képességeket is, mert hogyha nem teremtjük meg ezeket a képességeket, kiszolgáltatottá válunk egy folyamatosan változó világban. Az első űrverseny idején nagy birodalmak álltak, jellemzően két nagy birodalom állt egymással szemben, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok. Most a második nagy űrverseny idején hány pólusú, hány szereplőjű ez a verseny, és mi a tét? Ebben az új űrversenyben, ami nem csak egy ilyen hívó szó, hogyha valami hangzatosat akarunk mondani, ennek tényleg az egyik alapja az, hogy több polusúvá vált, nem két nagy hatalom verseng egymással, hanem rengeteg állam. Nyilván a domináns a versenyben továbbra is az Egyesült Államok, aki mint egy 66 milliárd dollárt költött állami szinten űrkutatásra. A 460 milliárd dolláros piacon 100 milliárd az, ami állami beruházások, és ez, ezzel rá is térnék a másikra, hogy mindjárt, hogy milyen államok vannak még. De de a magánpiac szerepe az megkerülhetetlen. Pár évvel ezelőtt meghaladta az állami költéseket a magánpiacnak a befektetése, kockázatotők alapok, startupok, hiszen a műholdakról származó adatok óriási bevételt tudnak generálni, ez egy új piac, egy feltörekvő piac, a GDP multiplikátor hatását ötszörösére teszik, tehát egy jó befektetésnek tűnik, de nyilván egy borzasztó kockázatos iparág. És ez az újjövésének az egyik jellemzője. A másik az az, hogy több állam vesz ebben részt. Egyébként már a 60-70-es években megjelentek Anglia, Franciaország, Kína, Japán, de mára az Egyesült Államok legnagyobb kívója a világűrben, ez Kína. Borzasztóan aktív, komoly védelmi és támadóképességei vannak, és Kína az egyetlen olyan állam, akinek önálló űrállomása van jelenleg a világűrben, ez a mennyei palota. A harmadik verziója. Ugye az Egyesült Államoknak sincs. Az Egyesült Államok az, aki az Artemis program hogy holdra vissza, illetve egy új űrállomást építenek, ami cisztunáris pályán fog, tehát hold körüli pályán fog keringeni. Ez a Gateway projekt, ebben benne van az Európai űrügynökség is, meg Japán. Az oroszok talán a kínaiakkal próbálkoznak majd valamivel, de nem véletlen egyébként, hogy Oroszország, akit érzékenyen érintett már a krím nektálását követően kivetett szankciók sora is, mert nem félnek hozzá olyan uh, csúsz technológiákhoz, amit eddig importból szereztek be. Um, ők, ők, őket érzékenyen érintette a kiszabott szankció, hiszen például nekik van egy megbízható rakétájuk, a Soyuz, amit az Európai Ügynökség központjából bocsájtottak föl, amikor nem Oroszországból, és az összes megrendelőt elveszítették. Kína, Oroszország, Egyesült Államok, Irán, Kórea, Japán, arab államok, Szaudarábia borzasztóan aktívak, akár morskörű pályára állítottak már szondát az arabok, szóval ez egy, ez egy multipoláris világ felé vezet, de azért látszanak azok a nagy trendek, amik a globális politikában is, tehát Amerikának van egy szövetségesi rendszere, itt az Artemis megállapodásának egy jó leképeződése, és Kínának, az ő nemzetközi holdkutatóállomás szövetsége, ami mellé szövetségesek együtt. És akkor ebben a világban kellene Európa Európának valahogy definiálnia magát, ami per pillanat még nem tűnik úgy, hogy jól menne. Hogy Európa képes lenne felvenni a, a számot, sajnos. Pedig Európának voltak komoly sikerei. Ugye Európában van az Európai Unió, a tagállamaival van az Európai űrügynökség, ami tőle független nemzetközi szervezet, 22 tagállammal, az Egyesült Királysága tagja, tehát nincs teljes átfedés. Magyarország mind a kettőnek a tagja. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy az ESA, az Európai Ürügynökség gyártja le az Európai Uniónak azokat a műholdakat, ami mindenkinek szüksége van. Az Európai Uniónak ott van egy Földmegfigyelő műholdrendszer, a Copernicus, ez egy siker, egy 6 Sentinel és 30-24 kiegészítő műholdból áll. Van egy saját navigációs rendszer, amivel Európa komoly lépést tett azért, hogy autonóm képességekkel rendelkezzen. Viszont, és volt egy jó rakétája, az Ariane 5, de most egy nagyon komoly válságba kezd sodródni az európai űrpolitika. Egész egyszerűen azért, mert ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, és nem maradjunk le a nagyhatalmaktól, önálló hozzáférésre van szükség a világűrben. Ez három komponensű, kell egy rakéta, kell egy űrhajó, amivel terhet és embert tudunk felvinni, autonóm képességként, és kellene egy űrállomás. Na most a rakétát illetően ebben legalább jól látunk. Volt egy két rakétánk, nagy rakétacsalád, az Ariane 5, ami a nagy terheket vitte fel, és a Vega rakéta, ami a kisebb terheket vitte fel. Az Ariane 6 rakéta úgy volt, hogy 2020-ban el fog készülni és az Európai Uniónak sikerült, az űrűnökségnek sikerült úgy leállítani az Ariane 5 kilövéseket, tehát nem gyártottak már elég rakétát, tehát ez nincs raktáron, hogy előhoznak egyet a ha kell, hanem meg volt tervező, hogy ez lesz az utolsó. Biztosak voltak benne, hogy lesz átfedés a kettő között. De nem készült el az Ariane 6. Miért nem készült el koronavírus járvány? Nem, technológiai problémák. Ümm, visszatérek majd rá, mert a franciák egy jó kifogást hoztak rá, amin érdemes elgondolkodni, és strukturális problémát ez az Európai működésében, és nehéz erre megoldást találni, de szerintem nem lehet csak ezzel magyarázni. Nem készült el. Ott tartunk, hogy nincs rakétánk. Volt egy alternatív forrás, az Európai Ügynökségnek a francia gájánai központjában Szójuz rakéták is vittek föl kereskedelmi alapon műholdakat. A háború kitörésével az oroszok levonultak kitiltottuk őket, levonultak, hát teljesen eltűntek onnan, nincs ilyen képesség. Kiviszi föl most az európai műholdakat, a SpaceX, az Egyesült Államokból. Egyesült Államok szövetséges természetesen, de Európa szempontjából autonóm, tehát hogy egy nagyon érzékeny eszközt viszünk ki más területre. Egy versenytárshoz. Egy, egy versenytárshoz. A Vega-C rakéta pedig 22. decemberében felrobbant felbocsájtás közben, azóta nem tudták a hibát kiavítani. Egész egyszerűen nincsen európai rakéta. Miközben, ha el is készül, a SpaceX már versenyelőnyben van már most, mert a SpaceX például visszatérő újrahasznosítható rakétákat fejlesztett ki, tehát ha el is készülnek ezek az európai rakéták, kérdéses, hogy mennyire lesznek versenyképesek. Miért? Mert hogyha egy visszatérő rakéta van, az azt jelenti, hogy az első fokozat az visszajön, tehát újra fel lehet használni. Tehát az egy kiló felbocsájtott hasznos terre jutó költség jóval alacsonyabb lesz, mint amikor az egész rakéta megsemmisül gyakorlatilag. Úgyhogy ez egy óriási probléma. A másik probléma, hogy nincsen űrhajónk. Ugye űrhajó lehet teherszállításra alkalmas, és lehet emberi szállításra alkalmas. Még az Egyesült Államokban elindítottak erre egy programot. Az Egyesült Államokban is megbicsaklott a dolog, amikor leállították az űrsikló programot. Évek voltak, amikor oroszok vitték fel az amerikai űrhajósokat, sokat De elindítottak egy programot, 2005-ben, 12-ig tartott, 750 milliárd millió eurót költöttek rá, kifejlesztették a piaci alapú megoldást. Nálunk ilyen nincsen. Most, tavaly októberben jelentette be az ÉZA Szeviában, hogy 75 millió eurót költ arra, hogy terveket dolgozzanak ki. Felismerték, hogy piaci szereplőket kell bevonni, és próbálnak a magánpénzi szektorból megoldásokat találni. Tehát ez év, vagy egy évtized minimum. És akkor is teherszállító űrhajónk lehet, 25-be kell a finanszírozás biztosítani hozzá, ami majd esetleg a holdkörüli pályán keringő gétvéhez viszi majd a, az árut, de még szemét mindig máshoz kell fordulnunk, és nincsen, nem lesz rá képességünk. És akkor ott van az űrállomás. Erről meg még nem is nagyon esik szó. Mert persze részt veszünk az amerikaiak mellett a Gateway űrállomásnak a megépítésében, modult adunk hozzá, de azért ez nem a mi űrállomásunk lesz alapvetően. Ráadásul ez a körülkering. kering. Márpedig a gyógyszeriparnak és egy csomó cégnek nagyon fontosak azok a kísérletek, amiket földkörüli pályán kvázi súlytalanságban lehet elvégezni. Ott nem lesz európai űrállomás. Miközben az amerikaiak sok 100 millió dollárral támogatnak piaci cégeket, hogy kezdjenek el kiépíteni földkörüli állomásokat. Az Axiom Space, ez viszi fel majd a magyar űrhajóst, a Northrop Grumman, a Starlab, az Orbital Reef, egy csomó olyan cég van, akik turista célra, tudományos kutatás céljára, nem tudom, Tom Hanks-el filmet forgatni, tehát neki egy iparága épül ki földkörüli pályán, és ebbe Európának nincsen per pillanat úgy, úgy tűnik, hogy terve. Ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a világ GDP-nek 25%-át az Európai Unió teszi ki, de csak 15%-a a 100 milliárd dollárnak, amit Európa erre költ. Ha megnézzük GDP arányosan, az USA 0,25%-át költi a GDP-nek az űriparra. Nem tűnik soknak, főleg, hogy azt veszük, hogy a Apollo új program idején ez 4% fölött volt pár évig, az EU meg csak 0,7%-át. Tehát, hogy arányosan is kevesebbet költünk, ami abszolút értékben sokkal kevesebb lesz. Egyedül Franciaország az, aki talán példát mutat, ők 4,2 milliárd eurót költöttek rá 2022-ben, Pontosan ezért, mert felismerték ez hogy a stratégia autonómia része. Tehát erre költeni kell. Amerika példát nézzük, a SpaceX például 4,2 milliárd dollárt kapott az egyes anázától. Tehát ez tette lehetővé, hogy Elon Musk kikísérletezze ezt a visszatérő rakétát, a falcon hevit meg a könnyebb súlyokat felvívő rakétát, azt, hogy a, a Starling műhold családot megalkossa, kereskedelmi űrállomásokra 556 millió dollárt költöttek, az Axiomnak 140 millió dollárt adtak ahhoz, hogy ő modult készítsen az a közűrállomáshoz, ami lehetővé teszi, hogy ebből a tapasztalatból átforgatva saját űrállomást hozzon létre. Európának meg ilyenek nincsenek. És a probléma az az, hogy mit kockáztatunk ezzel, hogyha most nem cselekszünk. Az egyik az az, hogy elveszítjük az autonómiánk egy jó részét. Minden, ami az űrhöz kötődik, már pedig egyre nagyobb része kötődik hozzá. Mivel ezen túl egy piaci logika fog érvényesülni az űrben. Most kormányközi megállapodások teszik lehetővé, hogy valaki felmenjen az űrben. Piaci logika lesz, ha magánpiaci cégek lesznek ott. Egy piacra lépési korlát lesz európai cégeknek, hogy ott kísérleteket végezzenek. Például, mert nem lesz európai platform, ahol ezt el tudnánk végezni. A lemaradás láadású gyorsulhat, egyre nehezebb lesz ezt behozni és hát természetesen az értékláncok is törékenyé válnak, hiszen bizonyos komponenseket nem lehet máshol megcsinálni, csak külföldön, és ettől kiszolgáltatottak leszünk. És vannak negatív példák, ott vannak a, a félvezetők piacal, az egy Egyesült Államok talán 25%-os piaci részesedése volt még 10-20 évvel ezelőtt, most meg látjuk, hogy milyen lemaradásban van, és még pár példát lehetne erre hozni, de a lényeg az az, hogy tenni kéne valamit, hogy Európa nem maradjon le ebbe teljesen abból, amit elmondott, nyilván azt kellene tenni, hogy több pénz kellene áldozni erre, de már mondta korábban azt, hogy a magáncégeknek, akár a már említett Elon Musk vállalatának mekkora a szerepe ebben tulajdonképpen az európai űripar verseny hátrányának ledolgozásához egy európai Elon Muskra lenne szükség egy hasonló formátumú, hasonló kondíciókkal rendelkező tech milliárdosra, aki állammal vagy államszövetséggel, Európai Unióval szövetkezve versenyképessé tudná tenni az Európai Uniót, Európát az űrversenyben úgy, hogy legyen rakétánk, legyen űrhajónk, legyen űrállomásunk? Én nem Elon Muskra egyezném ki. azért sok pozitívat és negatívat is lehet mondani. szimbólumként gondoltam. De. Így van. Um, én úgy gondolom, hogy itt a, a lényeg azon volt, hogy Elon Musk is ezt azért tudta megtenni, mert 4,2 milliárd dolláros szerződést kapott a NASA-tól. Tehát igazából ez nem az ő saját investíciója volt, ő nem egy amerikai szétsényi, sokat tett nyilvánvalóan, hanem kapott 4,2 milliárd dollárt, amit utána jól forgatott, tehát megkapták azt a tőkeinvestíciót közpénzből, ami utána lehetővé tette, tehát hogy ö, nagyobb hangsúlyt kellene fordítani szerintem az Európai Unióban, és az, ö, a védelmi képességek erősítésére, és a magánszektor megerősítésére ez ügyben, hogy ne csak állami ö, beruházások legyenek. Hozzáteszem például, hogy a tapasztalatokat azért le lehet vonni, hogy az sem feltétlen jó, hogyha a védelmi képesség például a magánpiaci cégek kezében van. Tehát, hogy itt azért erre is figyelni kell, mert ez nem biztos, hogy szerencsés. Hiszen az államok kiszolgáltatják magukat egy magáncégnek. Így van. Éppen egy konferenciára jövök a szuverenitás, mint fogalomkérdés vagy jogi szempontból, és hogy a szuverenitás hogyan alakul át, példaként hozták a nagy amerikai tech cégeket, akik államok tárgyaló képességével rendelkeznek és erejével. Úgyhogy igen, ezeket figyelembe kell venni, amikor az állam gondolkodik a képességének a megerősítésében. Magyarország hogyan vesz részt ebben a versenyben, hogyan látja a mi pozíciónkat ebben? Sokszor szokták mondani, és, és valójában első olvasatra akár logikusnak is tűnhet, hogy mi közünk -e ez. ez a nagyok játéka, de valójában, ha belegondolunk abba, csak egy egyszerű példát, hogy mondjak, hogy egy hány tízezer alkatrészből áll egy űrhajó, egy, egy, műhold sok száz, sok száz ezer, sok ezer alkatrészből áll. Ezeket nem csak a, az Airbus gyártja le Európában, vagy a Thales, hanem ide egy borzasztó egy beszállít, beszállítói lánc kell. Egy olyan országban, ahol a nehézipar nem karakterizálja a gazdaság működését, ott pont egy tudás alapú gazdaság ö, fontos, és például az űripar ilyen. És hogyha ügyesek vagyunk és jól csináljuk, akkor be lehet kerülni ezekben az értékláncokban. Vannak erre magyar cégek, akik jó például szolgálnak, most jelent meg az űrkörkép, ahol 50 magyar olyan vállalkozás van, akik a piacról élnek, és akár Európai Ürűnökségben megbízási szerződések vannak, és van egy-két kifejezett sikertörténet, akik akár már mi voltak képesek gyártani. Szóval abszolút van helyünk, szerepünk, nem mi fogjuk nyilván az Ariane 6 rakétát egy az egybe legyártani, meg nem lesz Magyarországról rakéta felbocsátás, de ebbe az értékláncba benne tudunk lenni egyrészt, másrészt meg kell azokat a területeket, amik a magyar Autonómia szempontjából létfontosságúak, és azokat önálló képességként meg lehet teremteni. Ugye Európában is ez egy kérdés, hogy mi az a képesség, amit Európának szert kell tennie, mert különben kiszolgáltatottá válik akár az Egyesült Államok képességeire. Földmegfigyelés, navigáció, az új, az a ö, magyarul nehéz lefordítani, az a képesség, hogy tudjuk, hogy mi van a világűrben. űridőjárás, meteoritok és az űrszemét például. Az Egyesült Államok is ezzel még kihívásokkal küzdik, hogy egy példát mondjak. Azt már pontosan tudják, a, hogy mi van a világűrben, de még nem látnak a So, nem látnak rá többi műholdra, tehát az űr-űr megfigyelés az még nem túl erős, éppen ezért vannak nehézségben például a tekintetben, hogy az oroszoknak milyen fegyverük van. Tehát hogy ezen még van mit fejleszteni, de Európának is ez fejleszteni kell. Ez nyilván európai kompetencia, Magyarországon azt kell definiálni, hogy mi az a képesség, amit mi tudunk megcsinálni, vagy nekünk saját nemzeti tulajdonban kell legyen, és mi az, amit esetleg be tudunk szerezni, megvenni, stb. Mi az a képesség, aminek nemzeti tulajdonban kell lennie mindenképpen? én lehet, hogy több ilyen is van, ez nem én vagyok hivatott ezt eldönteni, de úgy gondolom, hogy a védelmi képességek mindenképpen ilyenek. Tehát a, a lengyelek is rendelkeznek önálló képességgel, földmegfigyelő műoldakkal, ezek vagy a kommunikációs képességek, ezek olyanok, amik, amik akár indokoltak lehetnek. Mondszolgassuk még egy kicsit az önáltal is többször említett problémát, űrszemét. Tegyük ezt egy kicsit rendbe, ahogy a valóságban is rendbe kellene tenni, hogy egészen pontosan ez hogyan keletkezik, és mennyi van belőle, és lefőképpen mit lehet vele kezdeni. Ugye sokszor mondta, hogy mennyi van, de az ember arra gondol, laikusként, hogy akkor gyűjtsék, összetakarítsák ki. Igen, érdemes elkülöníteni egymásra az űrszemetet és az űrtörmeléket. Az űrtörmelék ezek a por, kisebb sziklák, stb hullócsillagok, amiket megcsodálunk, amik elégnek az atmoszférában, naponta több száz tonna lép be egyébként a légkörbe, pár millió évente egy-egy nagyobb, ami mondjuk bolygógyilkosnak hívják, de mondjuk az emberi élettel összeegyeztetetlen lehet. És van az űr szemét, ami ember által, ember által alkotott tárgyak kint a világűrben, amiket nem tudunk irányítani gyakorlatilag. Nem lehet csak úgy összeszedni. Ezek kint keringenek a Föld körül. Előbb-utóbb, mivel az atmoszféra nem ér véget egy bizonyos pontban, a súrlódás miatt lassulnak. Minél messze van, annál lassabban, minél jobb a súly, annál lassabban lassulnak, és ezért elveszítik az orbitális sebességet, és vissza fognak térni az atmoszférába is elégnek. De ez akár több száz év is lehet, sok szemponttól függ. Itt nem tudunk csak úgy felmenni és leszedni. Két út van. Az egyik az az, hogy összeszedjük a nagyobb darabokat. Erre vannak most már startup cégek, programok, hogy olyan elemeket, amik tényleg nagy problémát okoznak, egy rakéta ellen például felmenni, összegyűjteni, visszaránteni az atmoszférába, vagy temetőpályára vinni a műholdat, ahol nem zavar. Ennél sokkal fontosabb, mint az egészségmegőrzés is, hogy nem a betegséget gyógyítani, mert nem annyira szerencsés, sokkal jobb lenne megelőzni. Na és itt jön be a jognak a szerepe, hogy milyen olyan akár a nemzeti jogban olyan hatósági ellenőrzési funkciókat engedélyezésben milyen szempontokat tudunk érvényesíteni, előírni, ami meggátolja azt, hogy egy műhold szétesen mondjuk az első körben, tehát olyan minőségi ellenőrzésen kell átmenni, hogy ennek az esélyét csökkentsük, vagy kötelezzük arra a műhold üzemeltetőt, ha lenne magyar műhold ilyen, vagy, vagy más országok ezt teszik, hogy az életciklusa végén a műholdnak hagyni kell benne annyi üzemanyagot, hogy még egy temetőpályára tudja kormányozni magát, vagy vissza az atmoszférába, és nem maradjon ott. Égjen el, vagy ne, ne okozzon bajt egy temetőpályán. Ezek, ezek jogi előírások. A cégek önmaguktól erre nem lennének ösztönözve. Hiszen ezek plusz költségek a számukra, de a világűrben is érvényesül, vagy érvényesülnie kellene a szennyező fizet elvének? Aki a műhold, az kezdjen vele valamit a saját költségére? Igen, ez egy jó irány lenne egyébként. Erre jelenleg nincsenek szabályok, és például az űrszemét vonatkozásában gyakran nem egyértelmű, hogy ki miatt lett űrszemét, mert hogyha összeütközik két műhold, akkor azok az elemek összeütköznek egy másik űreszközzel, Végén azt mondják, hogy nem az én felelősségem. Van egy egyezmény egyébként az űrobjektumokkal okozott kárfelelősségről szól, hogy ki miért felel. Egyébként az érdekes lehet, hiszen hogyha lezuhan egy műhold, volt már ilyen, például egy ö, szovjet műhold zuhant le Kanada területén, ö, és nukleáris hajtóművel rendelkezett, tehát egy ilyen szép lábnyomot hagyott, amit fel kellett takarítani. Ilyenkor objektív a felelősség, ilyenkor mind, mindegy, hogy az adott állam fele felroható volt -e neki felel érte. A világűrben csak akkor, hogyha vétkes volt. Tehát igazából csak akkor, hogyha az ő hibájából történt a... Viszont, ha jól gondolom, nagyon nehéz a lehetetlenséggel határos megállapítani nagyon sokszor, hogy ki a vétkes. Abszolút. Nagyon, nagyon nehéz, és akkor itt jönnek be a nemzetközi jog érvényesítésének az egyéb problémái, nem is volt még alkalmazva. Amikor ez, a, ez az egyezmény gyakorlatban, de kell vele foglalkozni, mert az a veszély egyre nagyobb. Amikor a szovjetek lezuhantak Kanadában, akkor megállapodott a két kormány, és fizettek valahány millió dollárt, és ezzel le tudták. De ha egy lezuhant, akkor le fog zuhanni több is, tehát valószínűleg nem egyedi megállapodások kell lennének, hanem átfogó jogszabályok, igaz? Így van. Az űrszemét kérdése mellett még talán az is érdekes, hogyha valóban az lesz, amit ön mond, és nincs okom kételkedni abban, hogy most talán van tízezer műhold, belátható időn belül még a mi életünkben lesz százezer, akkor hogyan lehet majd ott közlekedni egyáltalán, rakétákat fölbocsátani, urambocsá, emberes űreszközt felbocsátani, ha ekkora lesz a rumli? Hát pont ez a cél, hogy ne legyen rumli. Tehát, hogy valamilyen közlekedési szabályrendszert fel kell. Tehát most jelenleg a világon Egyetlen olyan magánjogi szerződés van, ami bármi szabályt előír, üreszközök találkozás esetén kinek kell kitérnie, ez a NASA és a SpaceX között kötetett szerződés, amiben egymást leszabályozzák, hogy egymást értesíteni kell a felbocsájtásról, stb., és hogyha ezek ütköző pályán vannak, akkor azonnal, azonnal a, a SpaceX-nek kell kitérni, sosem a ez a köztöttük létrejött megállapodás, de ezt nyilván nemzetközi szintre kell emelni, Ezek létre kell hozni szervezetet, aki ezt koordinálja. Nem csak az űrben való közlekedés kell szabályozni, gondoljunk bele a felbocsájtásra, ami a légteren keresztül vezet, és a felére egy műhold átmegy egy csomó műholdnak a pályáján, a visszatérést, ami a légi közlekedéssel kell összehangolni, hiszen egy ilyen visszatérés esetén adott esetben az a tárgy bezonhat az óceánba, a repülőgépeket veszélyeztetheti 11 ezer kilométeren. Tehát ezeket mind össze kell hangolni. Ez olyan, mint hogy amikor a Dwight -re elkezdtek repülni, senki nem gondolta arra, hogy létre kell hozni a IKO-t, és majd repülés szabályozás, légiforgalmi irányítás lesz. Ma meg azért senki nem ülne nyugodtan a vizergépen, amikor azt mondja a pilóta, hogy tiszta az ég szerintem mehetünk, mert hogy ma már nem így működik, Na, ezt kell a világűrben is elérni. Ráadásul előbb-utóbb nem csak szeméttel, hanem emberrel is zsúfolt lehet a világűr, űrturizmus. Arra kell számítanunk, hogy ez annyira egyszerű és relatíve olcsó lesz, hogy nagyon sok ember is fog turistáskodni az űrben, ennek mindenféle akár jogi következményével együtt is? a piacnak ezzel a szegmensével kapcsolatban sokkal szkeptikusabb vagyok. Szerintem az emberes űrrepülés megmarad egy kutató munkaként. Nagyon gazdag emberek megtapasztalhatják a súlytalanságot pár másodpercig szuborbitális repülésekkel, de én személy szerint én életemben nem hiszek az emberi kolóniákban, hogy nem erre vagyunk kitalálva. Tehát ott űr szempontból nem összeegyeztethető sok minden a gravitációs, a szívműködés, a rengeteg minden. Majd most jönnek a következő évtizedekben azok, hogy emberek huzamosabb ideig ott vannak, sugárbiológia. Tehát, hogy rengeteg problémát kell megoldani. Az, hogy a marsra menjünk, olyan rakéta kell, hét hónapig tart az út, hogyha két év, három havonta megnyíló ideablakban elindulunk. Gondoljam minden hallgató végig, hogy kivel lenne szívesen összezárva hét hónapig egy apró űrhajóban. Szóval ezek pszichológiai, sugárbiológiai fizikai és egyéb megoldásokra várnak egyelőre. Emberi kolóniáktól még messze vagyunk. De attól nem, hogy gyakorlatilag, ha jól értem, mindazt, amiről beszélgettünk, akkor 5-10 éven belül itt stratégiai fontosságú nemzetközi jogszabályokat kellene elfogadni, különben baj lesz. Nemzetközi jog szempontjából nagyon fontos lenne több minden a jog nem más, mint játékszabályok rendszere, ahhoz, hogy ne legyen konfliktus, hogy ne borítsuk egymás az asztalt, ugye a gyerekek is így játszanak, hogyha vannak szabályok, akkor megpróbáljuk betartani, de ha nincs, akkor farkas törvény uralkodik. A nemzetközi jog ebben szere játszhatna szerepet, és lenne fontos szerepe. Európaiként pedig azt kívánom, hogy ebben nem maradjunk le, mert később egyre nehezebb lesz. Egyébként űrturista nem szeretne lenni, ha már ennyit foglalkozik ezzel? Nem. Én láttam ilyen rakétát, és nem tudom elképzelni magam, hogy arra felülök. Úgyhogy nekem jó itt a Földön. A Földről is, és az űrről is beszélgettünk. Az arénát hallották az Inforádióban Bartóki Gönci Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos déken helyettese, a világűrjog és politika kutatóintézet vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm. Kedves hallgatóink, az arénát meghallgathatják az infostart.hu oldalon és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illisz László és Szilágyi Zsolt segített. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.